Frissen tisztított és festett falak a Máté Szalkai mentőállomáson. Nem volt ez így korábban, nemrég azonban két Máté Szalkai középiskola, a Déri Miksa műszaki technikum és a gépészeti technikum diákjai, valamint oktatói kellemesebb környezetet alakítottak ki az itt dolgozók számára. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum és az Országos Mentőszolgálat a napokban írt alá együttműködési megállapodást. Ennek egyik fontos előzménye volt, hogy a leendő szakemberek nyári gyakorlatuk során segítkeztek az épület korszerűsítésében. Ehhez emberi baráti kapcsolatok is kellettek. Az egyik kollégánk Plébán Misi személyes kapcsolataink keresztül jöttek a gondolatok a mentőszolgálatnál dolgozóktól, hogy hát nagyon meleg van nyáron, jó lenne egy légkondi, mozognak a csempék, elég piszkosak a falak, és akkor így a gondolat elindult, és a Déri, valamint a gépész oktatói, illetve tanulóival a nyári gyakorlat ideje alatt mi igyekeztünk azokat a munkákat elvégezni, amelyek mondjuk úgy, hogy égetőek voltak, de ebben nem csak mi vagyunk szereplők, tehát nem szeretném magunknak vindikálni azt a jogot, hogy ebben csak és kizárólag mi vettünk részt, ugyanis nagyon sok magánszemély, civil szervezet, illetve vállalkozás is tett fel ajánlásokat. Mi nem tettünk más, mint a kollégámon keresztül koordináltuk egyrészt ezeket az adományokat, és ezt is odairányítottuk, ahol a legjobb helyen van. Rostás János hozzátette, a kezdeményezés nem csupán Máté Szalkáról szól. A Szakképzési Centrum fiatal szakember jelöltjei a nyírbátori és a baktalórendházi mentőállomásokon is segítkeztek már a javítási karbantartási időszakban. A kancellár hangsúlyozta, a gyakorlati munkán kívül fontos volt, hogy a diákokkal megértessék, milyen fontos és felelősségteljes munka a mentősöké. Ugyanolyan állami fenntartású rendszerről beszélünk, mint mi magunk is vagyunk. Az pedig, hogy a mentőszolgálattal vagyunk együttműködésben, és a gyerekeket is bevonjuk ebbe a munkába, annak nem titkolt célja az, hogy testközelből tapasztalják meg, mert itt azért a munka közben volt vonulás, tehát az élet attól nem áll meg, hogy tapasztalják meg, hogy ez egy fontos feladat, fontos munka. Az emberek élete és egészsége az mindenki számára az egyik legfontosabb, aki már ezt megtapasztalta, és ezzel kicsit közelebb is hozzuk a mindennapi életet, tehát nem csak munkahelyként, hanem egy olyan segítő, támogató attitűdöt is szeretnénk a tanulóinkban kialakítani, hogy azzal, hogy egy mentőszolgálatnak segítünk, azzal nem csak magának a mentőszolgálatnak, hanem a rajtuk keresztül kapcsolatban lévő embereknek, betegeknek a gyógyulás segítőn tudunk segíteni. A kezdeményezésnek pedig még nincs vége. A Máté Szalkai Szakképzési Centrum következő célállomása a Vásárosnaményi mentőállomás.